Szevasztok, halálos a biramban, Hobbs és Shaun, film kritika. A gyerekek, én letöltöttem a torrentről ezt a bizonyos filmet, és persze, hogy mozi verzióban. De ez nem az én hibám, én csak letöltöttem. Mondjuk bár letölteni nem jó a filmet, sokkal jobb, hogyha moziban nézzük, és sokkal jobb, hogyha a moziban élvezed, de igazából a moziban azért nem nézem, mert zavarnak az emberek. Tehát én szeretem úgy nézni, hogy amikor akarom, akkor megállítom, és egyebek. Na mindegy. A filmről azt tudom mondani, hogy zseniális a film, tehát jó lett a film, tényleg akciódús a film, tényleg van benne izgalom, és tényleg van benne pörgés, és folyamatosan történnek a dolgok, verekedés, kutatás, keresés, párbeszédek zseniálisak. Ugye Dwayne Johnson és Jason Statham párbeszédében azért vannak hibák. Én azt gondolom, amikor egymást oltogatják, azért lehetett volna egy kicsit durvább, meg egy picit azért lehetett volna benne egy picike bunyó is, hogy azért egy picikét püfölik egymást, és egy picit úgy egymás ellen is vannak, de közben kiegészítik egymást. Igen, a film végére kiegészítették egymást. Én azt gondolom, hogy a film a zseniális, ugye Jason Stathamnek, ugye Shaun, ő volt a Shaun, azt hiszem, volt egy húga, a filmben lévő húga, aki ellopott valami vírust, és akkor ott keresték, egyebek, ugye ott volt a fekete Batman, nem tudom a srác nevét, hogy ki volt a filmben. A filmben semmi problémám, de az a minőség, amit én letöltöttem, az katasztrófa volt, tehát minek tesznek egy torrentre felrakott videóba, minek kell ilyen kínai szarreklámokat beletenni, amit nem értek. Na mindegy, a filmről annyit tudok mondani, hogy szerintem egy egész jó film. Én a filmre adok, mindjárt mondom, tízből nyolcat, tehát tízből nyolcat adok a filmre, mert kicsit a párbeszédek lehettek volna picit agresszívak, tehát egy nagyon picike kis pofoszkodás, vagy lögdösödés, vagy kicsit így erőszakosabban tevékenykedhetett volna Dwayne Johnson és Jason Statham, vagy pedig betehették volna azért a Vin Dieselt, tehát a régi motorost, meg egy-két régebbi halálosabb iramban szereplőt, hogy egy picit megkavarják a dolgot, ezáltal Hobbsnak és Shaunnak segítenek be egy picit, hogy könnyedén elkapják az úgynevezett ellenséget, aki meg akarja szerezni a vírust és elpusztítani a világot, és úgy minden egyben. Ja. Jaj, gyerekek, amúgy nem tudom miért, de ez a film ez zseniális lett. Majd megpróbálom úgy megnézni, hogy jobb minőségben, mondjuk tényleg sokan azt mondják, hogy jobb moziban nézni. Moziban azért nem nézem, mert gyerekek, tehát én úgy vagyok, hogy a moziban nem akarom végignézni, mert én szeretem. Megállítom, kimegyek WC-re, elintézem a dolgomat, tehát közben megállítom a filmet, és tudom, hogy hol tartottam, és onnan kezdődik a dolog. És akkor nem kell azon aggódnom, hogy nem láttam valamilyen részt, és lemaradtam, mit tudom, egy 10-15 perces részről, és az alatt mi történt. Akkor most feleslegesen még egyszer újra bemenni a moziba, és még egyszer előről megnézni, felesleges. Ezért is jobb otthon megnézni, szerintem. De nagyon sokan szeretik a moziban nézni, de a mozi az azért is ilyen keresett, és azért is ilyen menő, mert ugye sokat kell fizetni azért, hogy te végignézz egy filmet, amit otthon meg tudsz nézni. De ha meg tudod vásárolni, vagy neten keresztül, vagy egy üzletben, akkor sokkal jobb. Régebben voltak olyan üzletek, ahol lehetett venni filmeket. És azért sokkal jobb, hogy bementél, és mondtad, hogy ez a film kellene, megnézte, akár a gépen, vagy megnézte a lemezek között, és azt mondta, hogy itt van, jó, akkor ettől eddig szeretném kikölcsönözni. És akkor azt mondta, hogy jó, rendben, akkor eddig kiadom, és ekkor hozd vissza, és meg volt adva. Például, amikor könyvet kölcsönözöl, akkor meg van adva, hogy mikor kölcsönözted, és mikor kell visszavinned. Mondjuk egy hetet kapsz, mondjuk azt mondják, hogy kikérted hétfőn, akkor pénteken vissza kell vinned. Pénteken, reggel, vagy délután visszaviszed, amikor adott időben meg van adva. Én utálom a mozit, mert most azért vegyek popcornt, mit tudom én, nem tudom, hogy mennyibe kerül körülbelül a popcorn, meg azért vegyek egy nagy pohár kólát, meg nagy pohár dobozos kis
popcornt, hogy nézhessem a filmet. És a film is bazag, már nem a film kerül annyiba, hanem a moziba beülés, és akkor szám meg ideülsz, meg odaülsz. Leülsz, nézed, és valamikor rengetegen akarják azt az egy filmet nézni, mert arra van a legnagyobb kereset, azt a filmet akarják nézni. De valamikor pedig azt a filmet akarják nézni, vagy van olyan, amikor egy adott filmet te meg akarsz nézni, bemész, jó, megveszed a popcorn, kólát, és azt mondod, hogy jó, bemész egy kisebb társasággal, és ti vagytok csak benn, mondjuk, bementek hárman vagy négyen, és csak ti négyen vagytok benne az egész moziban, mert más az a film valahogy nem érdekel. Én így voltam az egyik filmmel. Elmentünk, hárman voltunk, ugye az egyik szerelmes pár volt, én voltam a harmadik ember, nem tudom minek, és beültünk megnézni a Holnap után című filmet, és csak hárman voltunk benne az egész moziban. Senki más. Ja, meg a vetítő, aki oda föntről a kis kuckójából vetítette a filmet. Na mindegy, tehát, ja, ugye? Tehát ezen kell elgondolkodni, amikor ezen kell elgondolkodni. Halálos a Biramban Hobbs és Shaun film. Nem? Rosszat nem tudok mondani a filmről, nem tudok rosszat mondani, de amit én letöltöttem, már sokan azt fogják mondani, hogy minek töltöd le, miért nem mész el moziba. Tehát könyörgöm, otthon ugyanúgy meg tudom nézni, ahogy a moziban. Tehát, ha akarok, akkor elhívok pár embert, hogy gyere, azt nézzük meg a filmet, nézzük meg együtt, és mondd el te is a véleményed, meg te is. De, elnézést kérlek, csak ez a rohadt kóla böfögtet. El tudja mondani a véleményed, de a moziban meg az a baj, hogy minden, hogyha kell vécézed, nem mindig mehetsz, aki nem olyan, hogy kimész, és akkor jobban majd megállítják a filmet, és akkor majd te nézed, amikor úgy tartja kedved, vagy valami. Nem, mert ez nem úgy van, érted? Tehát nincs olyan. Itt folyamatosan megy a film, mert itt mindenki ott van és nézi meg. Olyan adott jeleneteken nevetnek, amint te nem tudsz nevetni. Ha te akarsz nevetni, akkor meg furcsálod, hogy te röhögsz, más miért nem röhög azon, amint te nevetni tudsz. Ami neked vicces. Azért jobb otthon, mert otthon azért megállítod a filmedet, elkészíted a kaját, meg egyébek. Vagy pedig megvásárolod a popcorn. Tehát otthon is el tudsz készíteni egy popcorn. Tehát nem kell azért moziba menni, hogy te mer mozi. Ma már nem divat a mozi. Hát itt is volt mozi amúgy valamikor régesége, még a Harry Pottert néztük. Mondjuk a Harry Potter rohadtul utálom, de nem tudom, gyerekkoromban megnéztem. Nem tudom, melyik része volt, de valamelyiket néztük. És tökre imádtam, hogy söprűvel röpködtek. Bár néha a söprűvel elrepülhetne pár ember, de ezt hagyjuk. Aki inge, az vegye magára. Aki meg nem, az meg gondolja jól át, hogy el akar repülni azzal a söprűvel. Nem? Na mindegy, igazából azt tudom mondani, hogy ma már nem divat a mozi. Jó, persze értem én, hogy valaki nem teheti meg, hogy otthon nézze meg a filmet, mert nem akarja letölteni, mert sokan azt mondják, hogy ha letöltöd a filmet, az szánalmas. Én azért töltöm le, mert inkább megnézem otthon, most azért pluszban még költsek, mit tudom én mennyit, hogy például most én elmegyek egyedül moziba, azt lehet, hogy egyedül vagyok az egész filmen, az pénzkidobás. Tehát abból nincs bevétele a mozinak. Tehát akkor mi értelme volt annak, hogy arra az egy filmre egy ember bement? Vagy bementek ketten, vagy bementek hárman? Jó, oké, mert az is valamennyire egy picike bevétel, de nem az a nagyon nagy bevétel, amikor azt mondja valaki, hogy na, akkor arra a filmre bemen. Ha mindenki egy filmre megy be, mondjuk bemennek 100-an, 200-an, akkor azt mondja a mozi, hogy hú, basszus, hát akkor érdemes lesz majd néha-néha előni egy-két filmet. Vagy amikor kijön egy film, amiről nem tudnak nagyon sokan, és a mozi tudja, hogy ez a film mekkorát fog durrani, akkor kiadják, hogy gyertek nyugodtan a moziba, és ez a film ekkor is ekkor lesz, és sokan érdeklődnek, sokan el fognak menni. De ha valami nem érdekli az adott embereket, mert másfajta film érdekli, akkor az a film, amire azt gondolják, hogy nagyon nagy tömeg fog megmozdulni, arra csak három vagy négy ember megy el. A másikra például, mint mikor volt a nem tudom milyen film, a Shrek vagy valamelyik, például Shrekre nem sokan mentek el. Vagy ott volt a Holnap után. Most nem tudom a színész nevét, na mindegy. De nem mindegy, tehát vagy elmész az adott filmre, 100-200 ember elmegy, vagy azt mondják, hogy jó, akkor ennyi és ennyi bevétel lesz, holott csak elmegy 10-15 ember, a másikra meg elmegy 500 ember, ami igazából egy kalap szart nem ér, és egy kalap
szar az egész film, mert nem szól semmiről. A magyar filmekről meg annyit tudok mondani, hogy kalap szar. Tehát a magyar filmek borzalmasak. A magyar filmet nem érdemes végignézni. Tehát ott volt az Egyszoknya és Nadrág, vagy mi volt a francia, meg a Szabadság szerelem. Tehát jó, az jó film volt. Oké, Dobókata, meg amit tudom én még, kik játszottak benne, szarok rájuk. Az jó film volt, de őszintén, tehát filmek, magyar filmek nullák. Tehát a külföldi film az film. Mert az film. Na jó, van gyerekek, ennyit szerettem volna ezzel a Hobbs és Shaun halálosabb iramban történettel. Tényleg hiányolom a régebbi halálosabb iramban szereplőket, picit azért betették volna őket. Na mindegy, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljad, vagy diszlájkoljad, mit bánom én. És ha szeretnéd még, hogy legyenek ilyen filmkritika jellegű történetek, akkor ja, szavaztok.